Sziasztok! A csütörtöki közvetítésben nem láthattuk, hogy mekkora utolsó kört jött Tóth Dávid a 8. helyért, úgyhogy most nézzük meg! Brian Lockwooddal csatázott, itt T1 kiáratát rögtön el is rontja, megcsúszik egy picit, ezzel óriási hátrányban lesz Lockwooddal szemben. Ez egy hosszú padlógázas szakasz, láthattuk a versenyen is, Lockwoodot már szívja befelé a szélárnyék, Dávid jön és védi a belső ívet, nagyon helyesen. A belső ív lenne az övé a kanyarban, de Lockwood egyértelműen előrébb van, így nem tud visszajönni. És itt Lockwood elkövet egy óriási hibát, nyitva hagyja a belső ívet, és ezt a kanyart meg lehet csinálni így is. Nem kell feltétlenül rendesen belemenni az útjavításba, és Dávid ezzel visszajön Lockwood elé, védi a belső ívet T8-ra. Megvan neki T8, rögtön védi a belső ívet T9 felé. Itt T9-ben védi, hogy nehogy kicsúszson. Ne tudjon alávágni Lockwood. Itt nagyon közel kerül, de nincs helye egyszerűen. Dávid még egy utolsót zár a belső ív felé, és megcsinálja, megszerzi a 8. helyet. Pokoli utolsó kör volt. Még 9 ilyen futamot kérünk szépen. Jövő héten találkozunk. Spa-Francorchamps-ban folytatódik a VB. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt, hogy ne maradj le semmiről. Én Szabi voltam, sziasztok!